a Madagaszkár szigetén őshonos ritka makifélék néhány héttel ezelőtt estek át első orvosi vizsgálatukon, ahol a Nyíregyházi Állatpark egyik állatorvosa megnézte a testtömegüket, az ivarukat és egyedi azonosítóval is ellátta őket. A maki bébik hősiesen tűrték a vizsgálatot, s az állatorvosi ellenőrzésen kiderült, hogy két hím és két nőstény utóddal gazdagodott az állatpark vörösvari csapata. A Nyíregyházi Állatpark vörösvari tenyészpárja az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkezett lengyel és cseh állatkertből, s az apróságok 100 napnyi vemhesség után születtek meg. A varik több szempontból is különleges makifélék. Nem csak a legnagyobb testűek, de ők nem hordozzák kicsinyeiket a hátukon, hanem egy fészket készítenek, és abba hozzák világra kicsinyeiket. Számunkra is különleges meglepetés volt, mikor a biztonságot nyújtó oduból 4 apróság jött elő másfél hetes korukban, hiszen általában zártartási körülmények között 1-3 kicsi szokott csak napvilágot látni. Eleinte az anyaállat sokat tartózkodott kölykei mellett, de most már, hogy az apróságok 8 hetesek lettek, egyre távolabb merészkednek anyjuktól, és a felnőttekhez hasonló ügyességgel mozognak az ágak között, és kóstolgatják az édes lédús gyümölcsöket is. Régen a benszülöttek napimádó szentállatnak tartották a varikat, mivel előszeretettel sütkéreznek úgy, hogy arcukat a nap felé fordítják. Szentállat mi voltuk, évszázadokig védelmet nyújtott nekik élőhelyükön, ám a civilizáció megszüntette ezt a védettséget, így napjainkban is az orvadászat és élőhelyeik erőteljes csökkenése miatt állományaik folyamatosan csökkennek. A Természetvédelmi Világszövetség kritikusan veszélyeztetett fajnak minősítette, ezért is fontos a zártartási körülmények közötti szakszerű tenyésztésük.